látványos szakaszához érkezett az Y-híd beruházás, megkezdték a Vörösmarty úti felüljáró bontását. Ezután a következő látványos és sokak által érzékelhető lépés a híd Martinkertváros felé vezető részének az építése lesz. Emiatt várhatóan jövő tavasszal újabb, drasztikusabb forgalmi rendváltozásra kell számítani. A Martinkertvárosból és Szirmáról Miskolc felé közlekedőknek átmenetileg körülbelül 30 perccel kell majd többet autózniuk. A NIV ZRT projektirodájának vezetője viszont híradónknak arról is beszélt, hogy jelenleg egy kedvezőbb megoldáson dolgoznak. Minden készen áll az emelésre. A 35 tonnás vasbeton gerenda két végét elvágták, innentől a darunak kell dolgoznia. A művelet nem olyan egyszerű. A beton elem alig akarta megadni magát. Az egyik vége hamar megmozdult, a másik viszont nem. A munkások órákig dolgoztak rajta. Rá kellett segíteni, hogy elváljon a fejgerendától. Végül sikerült megemelni. A Vörösmarty úti felüljáró elbontása az egyik leglátványosabb szakasza az Y-híd projektnek. Ezt több környéken élő az ablakból nézte. A Martinkertvárosban és Szirmán élők pedig utazás közben figyelhetik nap mint nap az építkezést. Az egyik legnagyobb őket érintő változás szeptember 13-án lépett életbe. Akkor zárták le a felüljáró Vörösmarty utca felé vezető ágát. A lakosok elő türelemmel viselik ezeket a korlátozásokat, nagyon jelentős torlódások talán még csúcsidőszakban sem alakulnak ki. A jelenleg érvényben lévő forgalmi rend jövő tavaszig marad így, utána viszont drasztikusabb változás következik. Ezután ugye az Y-nak meg kell építenünk a Martinkertvárosba felé vezető irányát is, tehát ehhez mindenképpen le kell zárnunk itt a Kisfaludy utcai felüljáró irányában a forgalmat. Ez gyakorlatilag megakadályozza a közlekedést Martinkertváros irányából a jelenlegi módon. A projektiroda vezető hozzátette, jelenleg annyi biztos, hogy jövő tavasztól a Martinkertvárosban és Szirmán élők a Bogáncs utca felé vagy a 304-es számú főúton tudnak majd kerülni. Ezért a beruházó és a kivitelező még egy kedvezőbb megoldás kidolgozásán gondolkodik. A Vörösmarty utca bővítését is magában foglaló beruházás jelentősen átrendezi majd a forgalmat. Az Y-híd régi vágya az erre közlekedőknek, az itt lakóknak, úgyhogy még türelmet kérünk mindenkitől, de úgy gondolom, hogy megéri. 2022 végétől várhatóan megszűnnek a reggeli és délutáni dugók, illetve könnyebben elérhetővé válik majd a Tiszai pályaudvar és az ipari park is. Az elmúlt évek legnagyobb miskolci közlekedési beruházása 13,5 milliárd forintból valósul meg.